A hagyományokhoz hűen a királyi napok keretében a Szent István ünnep előestéjén rendezték meg az öreghegyi mulatságokat. A megérkező égi áldás ugyan a Fantavillába kényszerítette az ünnep résztvevőit, de a hagyományos programkavalkát természetesen nem maradhatott el. A hivatalos megnyitón a résztvevőket Cserpalkovics András polgármester, Östör Anna Mária és Horváth Miklós Csaba a városrész önkormányzati képviselői köszöntötték. Cserpalkovics András hangsúlyozta, fontos, hogy az öreghegyi ünnepségek tradíciója tovább éljen. Az öreghegyi mulatságok azok egy, azt hiszem, nem csak városrész, hanem város egészét Öreghegyről megszólító program, mindig része a királyi napok program sorozatának, és mindig augusztus 20-a elő estéjén szoktuk megrendezni. Most beszorultunk a bővelődési házba, hiszen kint most már viharos erejű szél van, és mintha az eső is elkezdett volna esni. De hogy látható, hallható, ez a hangulaton semmit nem változtat. Jól érzik magukat az emberek, rengeteg gyermek van, előbb éppen egy báb előadásért véget. A program egyik meghatározó eleme esztendőről esztendőre a Nóé-hegyi Szent István borlovagrend és meghívott vendégeinek koszorúzása az öreghegyi szőlőműves szobornál. Áld meg ezt a kenyeret! Ezt követően a tradíciókhoz hűen Tornyai Gábor atya, aki ez idén is megszentelte az új kenyeret és a bort, elgondolkodtató szavaival, megértő mondataival sokat segített azoknak, akik még tartózkodóak a közösséggel szemben. Most már 20 éve minden évben megrendezzük ezt az öreghegyi mulatságok rendezvényt. Itt ez hagyományosan a díjátadó ünnepséggel, és hát néha borlovagavatással is jár, attól függ, hogy a 20-i, a holnapi rendezvényt meg tudjuk-e tartani. Úgy néz ki, hogy az időjárás miatt a holnapi rendezvényre valamilyen módon mindenképpen sort fogunk keríteni. A királyi napok rendezvény sorozata fő elemei a belvárosban zajlanak, kivéve az öreghegyi mulatságokat, amely ma már a hagyomány része. Ahogy a külső városrészekből a belvárosba mennek a programokra, ezen a napon fordítva történik. Aki tehette, az Öreghegyen ünnepelt, mert a Fantavilla Fehérvár egyik szimbóluma. Újra bebizonyosodott, hogy igazi közösségi esemény ez a találkozó, és megerősíthetjük, minden öreghegyi mulatság vége a következő kezdete.